batéri játékoknak az a fő funkciója, hogy felszabadítsa a bennünk levő feszültségeket, a jó levegőn egy kicsit beindítsa a keringést, jól érezzük magunkat, elazuljunk, feltöltődjünk a természet energiáival, és hát ezen belül természetesen olyan játékokat lehet itt játszani, amik nagyobb teret igényelnek. Ezek a játékok nagyon sokféle készséget fejlesztenek, mint minden játék. Az a kérdés, hogy mi kerül fókuszpontba ezeknél a játékoknál. A fogócskák, például háromféle fogócskát is játszottunk, a térben való tájékozódást, az együttműködést, csapatépítést is szolgálták, illetve a koncentráció készséget fejlesztették. De ugyanakkor lehet olyan játékokat is játszani, amelyek a kreativitást fejlesztik, ezt is csináltuk, amikor a közös képet alakítottuk ki a szobrokból. Ha valaki jó játékvezető akar lenni, az pont ugyanolyan kell legyen, mint Ács Illigó néni. Ő nagyon jó fej, vicces, kedves, nem úgy áll hozzá a gyerekekhez, hogyha mondjuk hangoskodnak, hogy jaj, ne hangoskodjatok már, hanem így direkt meg szépen. Próbál mindig ilyen új dolgokat bemutatni, de hogyha nem is újakat, akkor mindig ilyen tök lelkesen állunk hozzá, mert nagyon jók, és nagyon jól el tudja mondani. Én azt tanultam, és nekem nagyon tetszett, amikor a drámapedagógiát tanultam, hogy a drámapedagógus rejtőzködő diktátor, és nagyon határozottnak kell lenni, határozott elképzelésének kell lenni, hogy honnan, hova szeretne eljutni, határozott koncepcióval kell rendelkezni, és határozott kisugárzással kell rendelkezni, hiszen irányítania kell a játékokat és a gyerekeket. De ugyanakkor ez a rejtőzködő jelleg ez úgy nyilvánuljon meg, hogy hagyni kell a gyerekeket kibontakozni, nem szabad őket elnyomni, nem szabad nagyon erősen ragaszkodni dolgokhoz, ha kell, akkor a gyerekekhez kell idomulni. Tehát most is például én összeállítottam egy játéksorozatot, és közben alakítottam fejbe, hogy mi az, amit másképp csinálok, mi az, amit nem csinálok velük, hanem tehát folyamatosan igazodni kell a gyerekekhez, a helyzethez, alkalmazkodni kell, tehát ezek a képességek is szükségesek, meg persze hát nagyon sok mindenre kell tudni figyelni egyszerre, ami nagyon lényeges. Kreativitás, az nagyon fontos, hogy legyen egy drámapedagógusnak, hogy szeressen alkotni, de ugyanakkor szeresse az embereket is, akik maguk körül vannak, kíváncsi legyen a gyerekekre, kíváncsi legyen a bennük levő alkotókészségre, és ezeket meg tudja nyitni. Tehát, mint mindenhez, az kell, hogy szeretettel kell közeledni a gyerekekhez, hogy ők meg tudjanak nyílni, és mindenféle dolgot el lehessen velük érni, motiválni lehessen őket, és klassz dolgokat tudjunk együtt csinálni. Azért jó színjátszóra járni, mert nagyon olyan játékokat játszunk, amik így fejlesztik is az embernek a képességeit. Azt éreztem, hogy nagyobb az önbizalmam is, felszabadultabban állok hozzá mindenhez, meg felszabadultabb is vagyok. Azért döntöttem úgy, hogy elkezdem, mert már régen gondolkodtam rajta, és rengeteg ismerősöm, barátom mondta, hogy tök jó, kezdjem el, próbáljam ki. Meg kell tanulni azokat a dolgokat, amikből energiát meríthet az ember. Egyrészt magukból a gyerekekből, mert óriási szeretetet kap vissza az ember többszörösen felnagyítva. És azt gondolom, hogy abból meríti az ember leginkább az energiát, hogy van értelme annak, amit csinál. És ha úgy érzi az ember, hogy volt értelme, hogy boldoggá tett gyerekeket, akik jól érezték magukat, és még bónuszként tanultak is magukról valamit, valami rejtét megpróbáltak megfejteni magukról, az óriási energiát tud adni az embernek. Én nagyon boldog embernek mondhatom magam, nem tudom, hogy hány olyan ember van, mint én, hogy tulajdonképpen boldogan éli végig az életét.
ez egy óriási adomány az égiektől. Rengeteg ilyen pillanatom volt. Nem is tudom kiválasztani. Nagyon-nagyon sok, folyamatosan kapok nagyon sok elismerő szót. Régi tanítványaimtól is megkeresnek a Facebookon, és csak azért írnak levelet, hogy elmondják, hogy most jöttek rá, hogy mennyi mindent kaptak, mondjuk 10-20 év múlva is. És azok a visszajelzések, azok a mosolyok, ölelések, amiket rendszeresen kapok, folyamatosan, napi szinten, azok is óriási élményt jelentenek az ember számára, és tényleg ezek töltik fel a szeretet.